A kerékpározás egyesek számára sport, mások számára csak egy eszköz A pontból B pontba való jutásra. Az elektromos biciklik sokkal könnyebbé és kényelmesebbé teszik a kerékpárral való közlekedést. Više volim biciklom zato što mi pogotovo u letnjem periodu je ovo više prija, odgovara, kažem ekonomičniji. Pre završim u gradu i nabavku i gde ću otići doći dok, pošto je problem parkinga jako velik, po gradu i onda više izgubim mesta dok nađem parking nego što mi treba da završim nešto. Szerbiában pár évvel ezelőtt jelentek meg az elektromos kerékpárok. Az áruk jelenleg 30 ezer és 100 ezer dinár között mozog. Ne postoji neka starosna granica da biste koristili elektrobicikl. Mogu ga voziti starije osobe, naravno ako oni osjećaju da to mogu. Bitno je da se vi osjećate sigurno i stabilno na tom biciklu. A kerékpár a legkörnyezetbarátabb közlekedési eszköz. Az elektromos biciklik egyesítik a kerékpározás előnyeit környezetvédelmi szempontból és a gépjárművek kényelmességét. Vannak azonban negatív tulajdonságai is. Az akkumulátor, a töltő nehéz fémeket tartalmaz, amiket nem lehet újrahasznosítani, mondta el a szakember. Természetesen arra törekszenek az elektromos kerékpárt gyártó cégek is, hogy ezeket a kerékpárokat úgy tervezzék, és úgy valósítsák, meg úgy építsék fel, hogy az minél hosszabb ideig szolgálja a vezetőjét. Ha van kerékpárút, azon kell, hogy közlekedjenek az elektromos kerékpárok. Ha nincs, akkor az útesnek a jobb oldalán egy méteres sávban. Ha irányt akarnak váltani, akkor ki kell nyújtani a jobb, illetve a bal kezüket, ha nincs rászerelve a jelzőlámpa. Oni imaju sve iste karakteristike kao i tradicionalni bicikli, a to je da površine koje su predviđene za kretanje električnih bicikala su biciklističke staze, zatim biciklističke trake ako postoje na kolovozu i naravno kolovoz. A városban szeretnék minél jobban népszerűsíteni a kerékpározást. Egyre több kerékpárutat építenek és biciklis programokat is szerveznek. Az újvidéki Dunaparton egy úgynevezett bicikli számláló is működik, ahol követik azt, hogy naponta, illetve évente hány biciklis haladt el itt. Ezen kívül Újvidékváros önkormányzata 10 ezer dinárral támogatja azokat, akik biciklit vásárolnának. Ez az elektromos kerékpárokra egyelőre nem vonatkozik.